Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Kerti munkák. Tovább bővült a közösségi kert Budakalászon. Nyílt órák. Bemutató órákat tart péntektől a jövő hét péntekig a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola. Szúnyogirtás. A katasztrófavédelem irányításával kedden elkezdődött az országos szúnyoggyérítés. 2024. áprilisában elindult az Ifjúsági Garancia Plus program az Európai Szociális Alap Plus társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plus keretében, mintegy 196,9 milliárd forintos forrásból. Olvasható az Ifjúsági Garancia közösségi oldalán. A kormány ifjúsági programja 4 pillérre épül. Bértámogatásra, lakhatási és utazási támogatásra, valamint átképzésre, ismertette Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára egy televíziós nyilatkozatban. Az Ifjúsági Garancia Plus program azokat a 30 év alatti fiatalokat segíti munkatapasztalatot szerezni, akik már nem tanulnak és még nem dolgoznak. Emelte ki Comba Sándor, majd hozzátette, a kormányzati programok, valamint az ország keleti és déli régióiban nagy számban induló beruházások segíthetnek a fiatalok elhelyezkedésében és a foglalkoztatottság növelésében. Újabb ágyásokat jelöltek ki a Kalászi Közösségi Kertek Egyesület tagjai a Klisovác kertben, a város szélén. A kertészkedni vágyók 32 négyzetméteres mini kertekben termeszthetnek, a többi között fűszernövényeket, zöldségeket és gyümölcsöket. A kerti munkának a termelés mellett fontos szerepe van a közösségépítésben és a vegyszermentes gazdálkodás népszerűsítésében is. A 2021 óta működő közösségi területen jelenleg 2000 négyzetmétert művelnek meg a kertbarátok. A közösség célja a kis parcellás mezőgazdaság népszerűsítése, az őshonos fajok megőrzése, valamint a kertészeti hagyományok ápolása, a környezet és egészségtudatos életmódra nevelés és az egészséges táplálkozás népszerűsítése. A kertészkedők már előkészítették a talajt az idei szezonra. A föld az nagyon jó állapotban van, mert ez több mint 20 évig nem volt művelve ez a terület. Amikor ugye felszántották, akkor trágyázásra is sor került, és ezt valószínűleg most már lassan ugye ismételnünk kell majd. A kertészkedni vágyóknak lehetőségük van arra, hogy saját maguk és családjaik számára vegyszermentesen neveljék a különböző zöldségeket és gyümölcsöket. Sok mindennel próbálkozunk, paradicsommal, cukkinivel, borsóval, hagymával, répával, retekkel, padlizsánnal. Van, ami sikeresebb, van, ami kevésbé, de mindig figyelünk, hogy kinek mi az, ami jól sikerül, és akkor próbáljuk következő évben mi is azt a fajtát ültetni. A közösségi kertben terjedelmes parcellákon gazdálkodhatnak a családok. Egy ágyás, az 32 négyzetméteres, és hát ez egy elég nagy területnek számít, mert általában a közösségi kertekben bent a belvárosban van, ahol csak egy vagy kettő, négy négyzetméteres területek vannak. Ez azért már egy elég szép ágyásnak számít, amiben sok mindent, sok félét meg lehet termelni. A Kalászi Közösségi Kertek Egyesület tagjai az ágyások elkerítésére is nagy figyelmet fordítanak. Az önkormányzatnak köszönhetően egy ilyen vadállókerítésünk van, úgyhogy most már nem tudnak ide a vadak sem bejárni. Közlekedők vannak az ágyások között, és hát odafigyelünk nagyon egymásra, és segítjük egymást, ahol tudjuk. Ami még terve van véve, az egy nagyobb gyöngynövényes kert, egy méhlegelő, fóliasátorban is gondolkodunk, saját aszalóban is gondolkodunk, pergolában is gondolkodunk, hogy terveink vannak bőven. Ugye a terület az majdnem 8600 négyzetméter körülbelül, és ebből körülbelül most 2000 négyzetméternyi az, ami
amin ágyás van. A terület nem csak zöldség, de többféle gyümölcs termesztésére is alkalmas. Mi itt a közösségi erejével ültettünk körülbelül 20 gyümölcsfát, és most az önkormányzatnak köszönhetően kaptunk újabb 45 gyümölcsfát, és ők azért elég nagy területet elfoglalnak, de igazából minden ötleten nyitottak vagyunk, ami a kertészektől jön, és próbáljuk azokat, még ha néha lassan is, de igyekszünk őket megvalósítani. Tehát a jó szándék meg az ötlet az nincsen hiány, ugye itt inkább az idő, ami a kritikus tényező, úgy gondolom. Az egyesület tagjai május végén Palánta Csereberére várják a kertészkedőket, valamint a Kalászi Közösségi Kertek programjairól a csoport közösségi oldalán, illetve hivatalos weboldalán tájékozódhatnak. Az ágyásokkal kapcsolatban pedig az info@kalaszikertek.hu e-mail címen kapnak információt. Megkezdődött az idei központi szúnyoggyérítési program. A lárvák elleni biológiai védekezést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. Ezen a héten a Tisza mentén és a Tisza tónál, valamint a Körösök holtágain, 5000 hektárnyi területen repülőgépről juttatják a készítményt a vizekbe. A katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok országszerte hétről hétre elemzik a lárvák és szúnyogok fejlettségi állapotát és számát. Ez alapján tervezik meg a szúnyoggyérítés menetét. A program nyomon követhető a katasztrófavédelem weboldalán. Péntektől jövő hét péntekig hangszeres bemutatókat és nyílt órákat tart a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény pedagógusai április 19-én hangszer bemutatóra, a jövő héten pedig nyitott órákra várják a zene iránt érdeklődő diákokat. Az iskola leendő tanulói 25 féle hangszer közül választhatnak. Április 29-én hétfőn a Faluház dísztermében a kezdők koncertjén a tavaly szeptember óta hangszeren tanuló újoncok mutathatják be tudásukat a közönségnek. A pandémia óta némileg visszaesett a zeneiskolába jelentkezők száma, mégis komoly igény mutatkozik arra, hogy a zenetanulásra fogékony tanulók megismerkedhessenek a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola lehetőségeivel. Ennek érdekében április 19-ével kezdődően nyílt hetet tart a KAMI. Április 19-én pénteken délelőtt kivonulunk az iskolákba jó pár hangszerrel, és ott az alsó tagozatosoknak már meg is van szervezve az iskolákkal, hogy történik egy hangszer bemutató. Legfőképpen azokból a hangszerekből, ahol tudván tudjuk, hogy lesz hely, vagy esetleg kevésbé ismert az a hangszer, és hogy nem mindenki zongorázni, gitározni és fuvolázni akarjon, hanem van 25 hangszerünk, tehát hogy a többit is azért ismerjék meg. A hangszer bemutató után április 22-e és 26-a között pedig több helyszínen tudnak az érdeklődő fiatalok betekinteni a kulisszák mögé nyitott órák keretében. A zeneiskola 4-5 különböző helyszínén, ahol ugye oktatunk, az általános iskolákba, a faluházban és a székhely épületben, ott meg lehet látogatni az órákat, akár az egyéni hangszeres órákat, akár a csoportos szolfézs órákat. Erre a honlapon és a Facebookon kitesszük az aktuális órarendet, és ott meg lehet tekinteni, és ki lehet választani, hogy ki melyik órára szeretne bemenni. Ezt követően április 29-én hétfőn kezdők koncertje lesz a Faluház dísztermében. 29-én hétfőn 5 és 6 órakor lesz a mostani ez évi kezdőinknek a bemutatkozó koncertje. Ez mindig nagyon-nagyon kedves és aranyos koncert, amikor hát többnyire kisebbek, de azért elvétve vannak nagyobb kezdőink is, akik ebben az évben kezdtek valamilyen hangszeren, és ők mutatják be a tudásukat, hogy gyakorlatilag egy bő fél év alatt hova lehet eljutni, és ez egy nagyon klassz iskolai seregszemle, mert hát majdnem minden tanszakon
van azért kezdő, és akkor ők be tudnak mutatkozni. A bemutatók, nyílt órák és a seregszemle eredményei a közelgő felvételén is megmutatkoznak majd, ahol idén is remélik, hogy egyre több lelkes új hallgatót üdvözölhetnek a KAMI pedagógusai. És reméljük, hogy sokan fellelkesednek, hogy zenét szeretnének tanulni, különböző hangszereket tanulni, és eljönnek felvételizni június 20-21-én, az utolsó két tanítási napon, ez ugye annak a júniusi hétnek a csütörtök pénteki napja, délután, és majd a meghirdetett módon egy online jelentkezési lapon keresztül és telefonos időpontfoglaláson keresztül el lehet jönni, és bárhány hangszerre és tanszakra felvételizni. Mi mindig csak annyi helyet tudunk biztosítani, ahány éppen felszabadul, és aztán nem kell azért kétségbe esni, hogyha valaki a júniusi felvételikor nem kerül be. Nagyon sokan még az a tapasztalatunk, hogy 10-20 fő is akár be tud még szeptemberben is kerülni. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola közösségi oldalát és honlapját, hiszen a tanév tavaszi fél évében is sűrű a zeneiskola kínálata. Jó hangulatú szakmai és közösségépítő programokkal várják a zene iránt érdeklődő növendékek csatlakozását. Azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket, és szeretnék bejárni Európát, kedd déltől két hétig újra regisztrálhatnak az ingyenes, Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre, tájékoztatta a MÁV Start az MTI-t. A közlemény kifejti, az Európai Unió fenntartható utazás előmozdítását célzó Discover EU nevű programja keretében április 16 és 30 között a 2005. július 1 és 2006. június 30 között született, az Unióban vagy az Erasmus Plus programhoz társult nem uniós országok valamelyikében élő fiatalok ismét pályázhatnak a 35 ezer ingyenes vasúti bérlet egyikére. A tájékoztatás szerint jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol a regisztrációt követően részt kell venni egy kvízjátékban. A szerencsés pályázók idén július 1 és 2025. szeptember 30 között használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Földnapját tart a Mentás kertben április 18-án csütörtökön a faluház és az önkormányzat. A délután 3 órakor kezdődő rendezvényen a többi között kézműves programokkal, méhészeti előadással, növény- és palántavásárral, házi sörrel és tavaszi finomságokkal várják az érdeklődőket. A felelős gasztrohős alapítvány tagjai játékok segítségével a környezettudatos étkezésre hívják fel a figyelmet. A látogatók természetesen a piac állandó kínálatából is bevásárolhatnak. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre kell számítani. Több helyen záporok is előfordulhatnak. Sokfelé élénk, erős lesz az északias szél. Hajnalban 1 és 7, délután 12 és 16 fokra számíthatunk. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink, röviden. Újabb ágyásokat jelöltek ki a Kalászi Közösségi Kertek Egyesület tagjai a város szélén. Megkezdődött az idei országos szúnyoggyérítési program. Péntektől jövő hét péntekig hangszeres bemutatókat és nyílt órákat tart a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk, melyben dr. Buga Tamás szervezetfejlesztő és Vizsoly Ákos mentálhigiénis szakember lesz a vendégünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!